Külön köszöntöm a galambokiakat, akik a mai napra nagy lelkesedéssel és nagyon sok munkával készültek, hogy nagyon jól sikerüljön ez a mai nap. Ezen kívül köszöntök minden kedves megjelent vendégünket. Mint tudjuk, a Szelídgesztenye Zala megyében, s így a környékünkön meghatározó a sokrétű felhasználása miatt közkedve nagy területeken terlelt növény volt. Sajnos az utóbbi időben különböző okok miatt egyre több fa ültetvény kipusztult, az újratelepítése sajnos nem valósult meg. Ezzel a rendezvényen is szeretnénk felhívni a figyelmet a gesztenye fontosságára, immár 7. alkalommal, hogy újra előtérbe kerüljön, és akár mint jövedelemforrás, akár mint egy jó süti ízesítője, akár mint csak sörgesztenyeként, vagy mint a mai nap is tanúsága, egy nagyszerű közösségépítő szerepet is kaphasson, mert ma itt baráti csapatok, utcai közösségek, vagy csak egyszerűen galambok emberek jöttek azért, hogy jól érezzék magukat egy nagyon szép napsütéses napon, jól érezzék magukat, egy jót főzzenek, beszélgessenek, esetleg a délután folyamán még nótázzanak is.